Sziasztok, Drámai vagyok. Előző részben befejeztük a tárgyainknak az erősítését a varázsasztalnál, vagy Enchantment Table-nél, és megkaptuk a legjobb felszerelést, ami jelenleg létezhet. Ami hiányzik, az az önjavítás és a Netherit upgrade, de ezek is majd rajtuk lesznek. Közben rákerült a könnyű esés és a cipőre, illetve egy élesség 4-gyel élesség 5-re javult a csákány, és az összes szerszám megkapta a hatékonyság 5-öt is, illetve gyengéd érintés az ásó, és az íjunk, a hawk is elkészült, ami most a lehető legerősebb változata az íjnak. Következő program a Nethernek a feltérképezése, milyen nedőrt is kapunk. Ehhez elkezdtem kisütni a nyersiket, amiket bányáztunk két résszel ezelőtt. Itt a fölösleges dolgokat most leteszem ebbe a ládába. Szükségem lesz vasra, elkészítek egy kovakő és acélt, amivel be tudjuk majd kapcsolni a nether kaput. Szükségem lesz 10 obszidiánra, még egy hiányzik gyémánt csákánnyal. Gyorsan megvan. 10 obszidián. Viszek tartalékba egy aranycipőt, hogyha nem szeretnék konfliktust a piglinekkel. Egy aranyalma, jó sok élelem, egy végtelené, és kukkancsunk be. A nether nagyon veszélyes, egészen addig, amíg nincs tűzállóság italunk, onnantól kezdve jelentősen csökken a kockázat. No, akkor lássuk. Mit kapunk? Ez veszélyes lehet, a shoulder az könnyen eltűnhet a lábunk alól. Szerencsére úgy tűnik, hogy egyelőre nem tesz ilyet, de elég rossz a látvány. A 32-es szintre kerültünk. Egy picit fel kell javítanom a környékünket, nehogy egy gazt vagy más mobit véget vessen a hardcore sorozatunknak. Az úzott kő erre tökéletesen alkalmas, ezt nem fogja szétlőni a szellemnek a tűzgolyója. Itt ez egy Crimson erdő. Itt a piglinek mellett a nagy malacok is veszélyt jelenthetnek. Minden esetre innen leveszünk pár lélekhomokot. Két dolog miatt lesz, illetve három dolog miatt lesz szükségünk lélekhomokra. Az egyik a liftnek a kialakítása, ami majd felgyorsítja a mob farmunknak a megközelíthetőségét. A másik a Nether Ward, ami majd a varázsitalainkhoz kell,
A harmadik pedig a Vidörnek a megidézése, amelynek a legyőzése után jelzőfényt vagy beacon tudunk létrehozni, és így a pányászatunk jelentősen fel fog gyorsulni. Plusz majd a tojásfarm készítésével a Wither, jó sok Wither Rose fog nekünk előállítani. És egyelőre csak bekukkantok ide, nem szeretném megzavarni a helyieket, egy kis kilátásra lesz szükségem. És elsősorban erőd vagy. Bástya az, ami szükséges a továbbjutáshoz, a továbbhaladáshoz. Egyelőre nem látok, viszek pár kvarcot. Egy-két alap automatizmust beindíthatunk majd ezzel a farmjainkon. Azon gondolkodom, hogy mennyire legyek bátor és merészkedjek be a Nether mélyére így a játéknak ebben a szakaszában. Így erőd egy Nether Fortressnek a megtalálása az sokat segítene, mind az Endragon, mind pedig a további Nether kutatások támogatásában. De nem fogok egyelőre nagyon mélyen behatolni a Nether mélyére. Biztosítok egy kis átjárhatóságot a szigetek között. Ez egy nagyon hasznos tudás, amit én sokáig sajnos nem ismertem, hogy ha kukolva hátrálunk egy blokktól, akkor egészen a szélén túl is biztonsággal állhatunk, és folyamatosan nyomva tartva a shiftet, ami nálam a kukolásnak a beállított gombja, így lényegében magunk alatt pakolhatjuk az ösvényünket. Ez mind a Netherben, mind pedig majd az Entity-knek a végvárosoknak, vagy a Shulker otthonoknak a felkutatásában is nagyon hasznos lesz. Így fogjuk megakadályozni, hogy beleessünk a semmibe, vagy a Voidba. Oké,
Na még itt kikukkantok, hogy mi a helyzet. Nagyon óvatosan. Az ilyen kis csapdának látszó. Helyeket egy picit kiszélesítem. Na nézzük meg, mi van itt. Na már is egy. Nagy malac. Kiszemelt minket magának. Hát jó. Sajnos nincs nyergem, hogy lovagoljak rajtad. Egyelőre akkor. Félbe szakítom a Nether utazást. És a következő feladatnak az Ancient Debris, vagy na, egy mama coca kis cocánkkal. Szerencsére a picik nem olyan bátrak már, ha egy ütést kapnak, akkor iszkolnak, de ők is nagyon agresszívek, úgyhogy jobb a békesség. Oké. Nem viszek innen egyelőre semmit, úgy kifejezetten nincs most szükségem ezekre a blokkokra. Itt egy picit biztosítom jobban a terepet. Következő ideérkezésünk alkalmával már nagyobb biztonságban érezzem magam. Jó. Akkor ha ezzel meg vagyunk, visszatérünk a felszínre, és előkészítjük a Netherite bányászatot. Az egyik fontos alapanyagunk már megvan, a puskapor. Úgyhogy a következő része egy újabb chill videó lesz, amikor homokot fogunk gyűjteni. És ha meg lesz a sok homok, akkor a rengeteg puskaporral együtt elkészítjük a TNT-t, és visszatérünk ide a Netherbe Netherite-et bányászni. Okés. Átmenetileg én kezdetlegesen eltorlaszolom, nehogy valamelyen Netherben lévő lény meglepjen minket. Nem túl elegáns megoldás, de a célnak most megfelel. Egyelőre a praktikus szempontokat részesítem előnyben. Jó. Akkor ez a rész most véget ér. Előkészülök a sivatag felkutatására, és ha szeretnétek velem tartani a következő részben is, akkor szeretettel látlak titeket. Vigyázzatok magatokra, Drami vagyok, sziasztok!